Köszöntjük kedves nézőinket! Önök a Sümeg TV szeptember 4-i adását látják. Adásunk elején kérem tekintsék meg a Ramazetter Általános Iskola tanítmító ünnepségéről készített felvételünket. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm meghívott vendégeinket, Monostori István, a Sümegi Tankerület igazgatóját, Kék Lászlót, Sümegváros polgármesterét, Kovács Lászlót, Sümegváros alpolgármesterét, Dr. Kis Csilla Magdolnát, Sümegváros jegyzőjét, a képviselőtestület megjelent tagjait, a polgármesteri hivatal osztályvezetőjét, Dr. Györkös Nikolettát, a járási hivatal vezetőjét, Nagy József Esperes urat, a Római Katolikus Egyház képviselőjét, a megjelent térségi polgármestereket, a társintézmények vezetőit, iskolán szülői szervezetének társvezetőit, Barna Istváni Bakos Margitkát, az intézményünk tudalmazott igazgatóját, és nem utolsó sorban a megjelent szülőket, nagyszülőket és titeket szeretett kívánok. Felkérem Monostori István urat, a Sümegi Tankerület igazgatóját, tartsa meg beszédét. Tisztelt szülők, pedagógusok, kedves gyerekek! A nyár a diákoknak és részben a pedagógusoknak pihenéssel telt. Bizonyára sok gyereknek és szülőnek is feltűnt, hogy az iskola tisztaságban szépségben várja most is a tanulókat. Ez úgy történt, hogy azok a szülők, akiknek ez a dolguk a nyarát, azok a felnőttek, akiknek ez a dolguk a nyarat munkával töltötték. Köszönetjel érte a Sümegváros önkormányzatának, mint működtetőnek, szülőknek, vállalkozóknak, minden segítőkész embernek. Ez mutatja, hogy mekkora ereje van az összefogásnak, a jóért történő tenni akarásnak, és milyen szép eredmény születik belőle. Tegnap az éppen a polgármester úrral arról beszélgettünk, hogy Sümegváros Magyarország egy kisvárosa, valamivel 6000 fölötti lakosszámmal, viszont a településen az emberek életüket minőségben tömör, sűrű élményekkel fűtőzetten tudják élni. Kedves gyerekek! Ezt a felnőttek által végzett nyári munkákat, amely természetesen értetek készült, kettő módon tudjátok a legméltóbban megköszönni, magatartásotokkal és a szorgalmatokkal. Bővebben. Nagyon vigyáztok rá, hogy minél hosszabb ideig tudjatok gyönyörködni az épület és az osztálytermek szépségével, és szorgalmatokkal szép eredményeket hozva, amely a ti szellemi és fizikai épülésiteket szolgálja, emeli az iskola a város elismertségét pozitív megítélését. Várakozás nem csak bennetek van a tanítvány kapcsolatban, hanem tanáraitok van is. Az elmúlt másfél hétben nagy erőfeszítéseket tettek azért, hogy kellően felkészülten fogadjanak benneteket. Tisztelt jelenlévők! Feltevődik a kérdés, hogy milyen tanévünk lesz. Mit várunk, mit várhatunk az új tanítási esztendőtől. Ez az első napon még kérdés, a választ júniusban következő évben majd meg fogjuk kapni. És rajtunk múlik a végeredményen. Kedves kis elsősök! Nagyon örülünk nektek, szeretettel vártunk benneteket. Félelemre nincs okotok, mert ebben az iskolában a legjobb helyre kerültetek. Izgalmas dolgok vártnak rátok a számok és a betűk irodalmában. Mind emellett számos iskolai rendezvényre, érdekes és színes programjukra csábítanak majd benneteket.
Figyeljetek mindig a tanítóményi kis bácsik szavaira, és szerezzetek sok piros pontot, nyomdát, dicséretet, hogy az egész család veletek örüljön. Kedves szülők! Kérem, éreztessék gyermekeikkel, hogy mindig számíthatnak önökre. Úgy a bajban, mint az örömben. Egy kisgyermeknek erre a biztonságra van a legnagyobb szüksége. Kedves ötödikesek! Ti a régi osztály közösségeitekben kezditek a tanévet. Tanáraitok viszont változnak. Mindenbe számíthattok az új osztályfőnökötökre és valamennyi tanárra. Sok sikert kívánok nektek a felső tagozaton. A nagy nyolcadikosok! 7 évvel ezelőtt, amikor átléptétek az iskola kapuját, ti is pont olyan kis törékenyek, részegek és megszeppentetek voltatok, mint a mostani elsősök. Hogy erre főtek az évek? Itt álltok a tovább tanulás küszöbén, és az utolsó tanévet töltitek közöttünk. Azt kérem tőletek, hogy nagy odafigyeléssel és szorgalommal készüljetek a felvételire, illetve mutassatok mindenben jó példát a kisebbeknek. Mindezt azonban csak úgy lehet elérni, a diákok, tanárok, családok és az iskola is akarja, és az oktatás szereplői egymással a párbeszédet folyamatosan megteszik. Ehhez a közös munkához, kölcsönös együttműködéshez kívánok mindenkinek sok erőt és jó egészséget. És ezen gondolatok jegyében a 2014-15-ös tanévet megnyitom. Megkérem még László polgármester urat, hozza meg a tanévhez kapcsolódó gondolatait önökkel. Kedves gyerekek, tisztelt pedagógusok, szülők! Én egy ilyen alkalomkor általában arról szeretek beszélni, hogy milyen hagyományai vannak egyrészt ennek az intézménynek, másrészt ennek a városnak. Ez a hely, ahol állunk, már nagyon régóta általános iskola, és nagyon sok szeptember 1-én álltak itt gyerekek, kisdiákok, akik egyrészt talán szomorúak voltak, hogy befejeződött a vakáció, másrészt viszont ebben biztos vagyok, hogy izgalommal várják az új tanévet, azokat a hónapokat, amikor újra együtt lehetnek osztálytársaikkal és a pedagógusokkal. Nagyon-nagyon hosszú időre tekint vissza ez az épület, ez az iskola és ez a város is. Ez a város mindig büszke volt azokra a fiaira, akik tettek valamit a városért. Az iskola névadója, Ramazette Vince, ilyen volt, sőt, talán ő a leginkább ilyen, hiszen nem véletlenül nevezik Sümeg atyának. És ezekre a hagyományokra nem csak büszkének kell lennünk, hanem méltónak is kell lenni rájuk. Ezért én arra szeretnék kérni mindenkit, a gyerekeket és természetesen a pedagógusokat is, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektessenek arra, hogy ebből az iskolából továbbra is olyan emberek kerüljenek ki, akik tudnak aztán majd tenni a városért, és ezért a hazáért. Mindennek megvan az ideje, és mindennek el is jön az ideje. Én úgy gondolom, hogy Sümegnek volt egy igazi nagy fénykora a 19. század közepén végén, a 20. század legelején, és biztos vagyok abban, tényleg úgy érzem, hogy egy újabb fénykor előtt áll Sümeg. Pezseg a város, és ehhez a pezsgéshez kérem, hogy csatlakozzanak önök is, csatlakozzatok ti is. Nem csak a város, hanem ez az ország is olyan embereket igényel, akik nem ijednek meg a feladattól, és képesek is ellátni a feladatokat. Olyan emberekre van szükség, akik valóban el tudnak menni dolgozni olyan munkahelyekre, ahol bonyolult gépekkel, szerszámokkal kell dolgozniuk, akik meg tudnak felelni a 21. század kihívásainak. És ebben nagyon nagy szerepe van az általános iskolának, hiszen 6 és 14 éves kor között kell megszerezni azokat az ismereteket, képességeket, amelyek aztán majd valóban alkalmassá teszik a felnövekvő ifjúságot, a felnőtt embereket arra, hogy hasznos tagjai legyenek a társadalomnak.
Én ezeknek a gondolatoknak a jegyében szeretnék csatlakozni Monostori Istvánhoz, és nem nyitom meg ugyan a tanévet, hiszen ezt már megnyitották előttem, de nagyon jó tanulást, tanítást, munkát kívánok az intézmény minden dolgozójának, és nektek is, gyerekek! Elkérem Tevesi Józsefnét, igazgatónőnket, intézményünk vezetőjét, hogy tartsa meg beszédét, és ossza meg velünk szintén a tanévhez kapcsolódó gondolatait. Tisztelt vendégeink, kedves gyerekek, kedves szülők, nagyszülők! A nap még ontja melegét, mint érezzük, de a naptárt nem lehet megtéveszteni. Szeptember 1-e van, az ősz kezdete. A 2015-ös fény évében, mint ezt tettem a tanévzáró ünnepélyen is, most is mondom, hogy indítsuk el a jelképes Ramis űrhajónkat, amely útra kész, hát beszállás, mert visszaszámlálás indul. Ezt érzi a csengő is. Vár ránk egy közös, remélhetőleg izgalmas, de zöggenőmentes utazás egészen 2016. június 15-éig. Szárnyalásunkat segíti a Süvegi Tankerület, és nyáron nagyon vártuk a jó hírt, működtetünk továbbra is városunk önkormányzata. Köszönet a döntésért, a nyári több mint 5 millió forintos beruházásért, termekfestéséért, az udvarunk rendbetételéért, és még sorolhatnám. Kérek mindenkit, hogy jó gazda módjára vigyázzon az értékeinkre, ügyeljen a tisztaságra, ami szorgos kezek sok hetes munkáját dicséri. Mivel 12 tanulónk iskolát váltott, de 13-an érkeztek közénk, még az utasok száma is növekedett, és több mint fél ezer a kalandra vágyó gyereksereg. Az újonnan jötteket segítsük, hogy mielőbb beilleszkedjenek, és megismerjék a ramazetteres lehetőségeket. Üdv a fedélzeten! Augusztus legjobb híre a három első osztály indításának lehetősége volt. Hálásak vagyunk a felelősséget vállaló igazgató úrnak, az együtt gondolkodó kollégáknak és megértő szülőknek. Egy 21-es, egy 22-es és egy 25-ös létszámú kis csapat alkotja az űrhajós legénység legfiatalabb szakaszát. A ti jelképes repülésetek lesz a legtöbb titkot rejtő. Bár a tanítónénik nem ismeretlenek, többször is találkoztatok már. És most szeretném bemutatni az új kollégákat. Vicó Dóra néni vállalta, hogy a harmadik A-tól elbúcsúzva új társával, Böröc Eszterrel, és akkor kérném ezt, hogy egy pillanatra lépjen előbbre az első B-osztálytól, hogy láthassuk, a hirtelenül, de átgondoltan szerveződött elsődések tanítói lesznek. A harmadik A-osztályban Ciprózsa nénivel, Süslet Petra néni dolgozik a gyerekekkel. Szeretettel és bizalommal fogadtuk őket, tegyenek így önök is, kedves szülők. Az első A-osztály tanítói Kóti Józsefné Klári néni és Lovró Kriszti néni, az első T-osztály tanítói Bódis Józsefné Edit néni és Vasné Bakondi Kati néni. Nekik, valamint a tantestület mindenkiának, vezetőtársaimnak, a munkánkat segítő kollégáknak köszönöm az előkészítő munkát, startra készen állunk. Kérem az esetlegesen aggódó anyukákat, apukákat, nagyszülőket, bízzanak gyermekeikben, bízzanak bennünk. Ismerjék meg iskolán szokásait, dolgozzanak együtt velünk. Ma, 17 órakor, már az úgynevezett pakolószülői értekezletet megtartjuk az első évfolyam osztályaiban. Tudom, hogy kis elsőseink közül többen versekkel készültek. Először hallgassuk meg Manuhár Áront, aki az iskolai körzetünkön kívülről érkezetteket képviseli. És itt jegyzem meg, hogy 122 bejárós tanulónk közül 55-en jöttek Sümeg Prágáról és Zalagyömörőből, a többiek távolabbról. Köszönjük a bizalmat! Én kis iskolás leszek, tényleg nálunk koán kellett.
Estem mentben cipöm tiszta, nem fordulok azért vissza. Beek az iskolába, távva nyitott ajtajába, beülök a padba szépen, ellen kések egész héten. Bábának vagy 27-en, a betűket megszeltem, a leckémet tiszta lapa, elkészítem napon napa. Ha én kisiskolás leszek, csókatnak az elszek, hullhat a hó a sapkáma, én megyek az iskolába. Köszönöm a kedvező változást, hogy Réfi János bácsi, aki gyógypedagógus is egyúttal, a tanulási nehézségekkel küzdködőket fogja teljes óraszámban segíteni. Helyette Bódis Marika néni dolgozik együtt Könnyi Derika nénivel a 4. B-ben. A 3. T-osztályban Hegedűs Ibolya néni párja Végi Judit néni lesz, akinek kisfia már óvodás lett, s ő tanít Bódis néni Fitz Margit néni helyett, aki megérdemelt nyugdíjas éveit kezdi el. Az osztálya, a szülők, az önkormányzatunk, a tankerületünk, és mi is elköszöntünk tőle, de úgy méltó, hogy mindenki hallja, egy 40 éve tartó, példaértékű, magas színvonalú tanítói pálya véget ér. És helyét átveszi egy kívánságunk szerint tartalmas, hosszú és békés pihenőút. Margit nénit most a hála és megbecsülés virágaival köszöntjük, mindannyiunk nevében a szülői szervezet társelnökei és a jelenlegi és volt iskola vezetés. Viktor Hugo szavaival kívánva jó egészséget. Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, ahol vagy, de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmész. Margit, nagyon fogsz hiányozni nekünk. Boldog nyugdíjas éveket! Most a Sümegi Kompani óvoda volt nagycsoportosai, Resperger Dóra, Péter Arnold és Sör Alex köszönti az iskolát. Hátom a hátitáska, indulok az iskolába. Kilőttem az óvodát, most kezdem az iskolát. Vár a számban az olvasás. Sok érdekes színes tojás, mire másodikos leszek, írok neked levelet. Jól ismerem az ABC-t, egyedül olvasok mesét. Megszámolom a pénzemet, tudom érte, mit vehetek. Én bizony nem tétovázom, tanulásnak nekivágom. A bátyámról példát veszek, tanulásban első leszek. Az ötödikeseknek az alsóból a felső tagozatba lépés jelent kihívást. Osztályfőnökeitek és tanáraitok segítségével gyorsan hozzászoktok majd a vándorláshoz, a sok új archoz. Az A osztályfőnöke Benczikné Födelmesi Anna, az ünnepét követően az emeleti 111-es teremben lesz 3 órájuk. A B osztályfőnöke Szotterné Kis Krisztina, ők az emeleti 113-as terembe mennek. A T osztályfőnöke Orbán Kálmán, ők a földszinti 3-as számú teremben lesznek 11:30-ig, ugyanúgy, mint a többi osztály a megszokott helyén. Kedves szülők, önök is nyugodtan bekísérhetik a gyerekeket egy kis ideig a tantermekbe. És most az ötödikes szülőkhöz szólnék, holnap 17 órára a könyvtárunkba hívjuk és várjuk önöket az együtt munkálkodás sikere érdekében. És most kérem Verkes Bencét, aki a Sümeg Prágai óvodát és a körzetünkbe tartozó tanulókat képviseli, hogy örvendeztessen meg bennünket versével. Kányádi Sándor, szeptemberi töprengés, hogyha nekem szárnyam volna, délre szállnék, mind a gólya,
Nem kellene óvodába járnom, aztán iskolába, de azért jó mégse volna elrepülni, mint a gólya. Édesanyám bálnadában folyton sírna én utánam, le is teszek végleg róla, csak azért se leszek gólya. Inkább járok óvodába, azután majd iskolába, és mire mindet kijártam, mégsem ülne ki a tárnyam. Tudom már, hogy mit csináljak, eltegődöm pilótának. És most, amikor a nyolcadikosokhoz fordulok, közben kérem Tompáné Tér Anikót és Bárány Ferencet, és Jós Katalint, a szülői szervezet képviselőit, hogy adják át elsőseimnek a fogadó ajándékot. Jó alapokat kaptok a továbbtanuláshoz, ha tanultok, és élni tudtok a lehetőségeitekkel. Egyesületek, vállalkozások, magánszemélyek kísérik nyomon, segítik a mindennapjainkat. Köszönet a munkájukért, legyen szó fényképezésről, festésről, bútorzat, eszközök rendbetételéről, eszközök pólók beszerzéséről, és sok egyébről, amit felsorolni is nehéz lenne, és nem beszélve a szülői szervezet áldásos tevékenységéről. És most Papp Imre úrnak ezúttal adjuk át köszönetünk jeléül a 2014-15-ös tanév várkapitány díjának és kirándulásának kitüntetettjeivel készített emlékfotót. Hálás köszönet mindannyiunk nevében. Köszönöm, én nem láttam, hogy el kellett mennie a Papp családnak, de természetesen ezt akkor meg fogjuk tenni a napokban. És most pedig kérem Deli Mercedes, 7. T-osztályos tanulót, aki kitűnő eredménnyel zárta az előző tanévet, de társaival a jutalomkirándulás idején az országos döntőről labdázott, hogy munkája elismeréseként vegye át a jutalomkönyvét, ami elmaradt a tanévzáron. Javasoltam a nyitó értekezletünkön a tanév mottójának a következő gondolatot. A jó pedagógus példaként a gyermek előtt, támaszként mögötte és mindenkor mellette áll. Mi így dolgozunk. Akkor leszünk igazán eredményesek, ha mindannyian így teszünk, szülőkkel együtt a tanítványaink érdekében. Hát akkor 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start! A Sümeg pápa a futballmérkőzésről készített összefoglalónkat tekinthetik meg. Tisztelettel köszöntöm a vendégcsapat pápa vezetőit, játékosait, szurkolóit, valamint a hazai csapat vezetőit, játékosait, szurkolóinkat. Megyei első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzés következik, Sümeg VS-e pápai Beruc csapatai között. Hajrá, Sümeg! Csak, hát, és akkor mi van? Hát,
Recó megy középen! Ennyi, Pacó! A Kisfaludy Sándor Gimnázium tanévnyitó ünnepségét láthatják a következő percekben. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket idei tanévnyitó ünnepségünkön. Külön köszöntöm Monostori István urat, a Sümegi Tankerület igazgatóját, Vég László urat. Megjelent tagjait.
esetén egy idézetet olvasnék el azzal a célral, hogy az idei tanév mindenki számára a lehető legeredményesebben induljon. Egy bölcs filozófus így fogalmazta meg az iskola lényegét. Mindenki a maga módján látja a világot, a maga módján éli meg a nehézségeit és a sikereit. Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Hát éljetek vele. Tisztelettel felkérem Monostori István urat, a Simegi Tankerület igazgatóját, hogy tartsa meg a tanévnyitó beszédét, és nyissa meg a 2015-2016. Tisztelt szülők, pedagógusok, kedves diákok! Szeretettel köszöntöm Önöket és benneteket a Simegi Tankerület nevében. Kedves diákok! Még biztosan mindannyian a nyári élmények hatása alatt álltok, és nem is igen akarjátok elvinni véget érre hosszú szület. De az egy pár jó dolog is ebben a mai napban, mert bizonyára örülök annak, hogy újra láthatjátok az ismerős arcokat, a hiányzó barátokat, osztálytársaitokat, esetleg tanárokat. Induljon számotokra ez az új iskola év három nagyon fontos üzenettel, mégpedig azért, hogy mindenekkel mosolyogva, ígérzéssel léphessen át tanár és diák egynek az épületnek a küszöbét. Első, talán nem meglepő, de tanulni az idén is kell. Éppen ezért kérlek benneteket, engedjétek meg tanáraitoknak, hogy képességeiteket továbbfejleszték, hiszen a ti hozzáállásokon jó indulatokon is múlik, hogy fegyelem van egy tanulra. Kettő. Tanulmányotokban és a sportban legyen köztetek tiszta és tisztességes a verseny. 3. Az osztályokban és az iskolában kialakult közösségek ápoljátok, erősítsetek. Kívánom, hogy legyen derűs ez az iskola, de ugyanakkor legyen benne erős. Köszöntöm a legfiatalabb tanulókat, a 9. osztályosokat. Nagyon örülünk nektek, már vannak élményeitek, amelyeket a múlt héten rendezett gólyatáborban szereztetek. A mai naptól más jellegű iskolai élet vár rátok, mint az általános iskolában. Legyetek szorgalmasak, érdeklődők, tanuljatok a felsőbb idősítős tanáraitoktól, hogy szüleitek veletek együtt örülhessenek. Anyád a diákoknak és részben a pedagógusoknak pihenéssel telt. Bizonyára sok gyereknek és szülőnek is feltűnt, hogy az iskola biztonságban szépségben várja most is a tanulókat. Ez úgy történt, hogy azok a felnőttek, akiknek ez a dolguk, a nyarat munkával töltötték. Köszönet járját a Sümegváros önkormányzatának, a működtetőnek, szülőknek, vállalkozóknak és minden segítő készembernek. Ez mutatja is, hogy mekkora ereje van az összefogásnak, a jóért történő tenni akarásnak, és milyen szép eredmény születik belőle. A polgármesterrel úgy arról beszélgettünk, hogy Süveg Magyarországon is 6000 főt meghaladó kisváros, viszont a településen az emberek minőségben sűrű, pozitív élményekkel fűszerezett életet tudnak élni. Kedves diákok! Ezt a felnőttek által végzett nyári munkákat, amely természetesen értetek készült, kettő módon tudjátok a legbirtóképpen megköszönni, a magatartásotokra és a szorgalmatokra. Bővebben, nagyon vigyázzatok rá, hogy minél hosszabb ideig tudjatok vinyörködni az épület és az osztálytermek szépségében, és szorgalmatokkal, amely szép eredményeket hozva, előre a gimnázium, a város elismertségét és pozitív elismerését. Tisztelt pedagógus! Az új év, új tanév megnyitására kérek mindenkit, hogy a 2015-16-os tanévben is dolgozzatok együtt, közösségben. Törekedjetek arra, hogy a tanév folyamán is minél több gyerek érjen el sikereket tanulmányokban, zenében, sportban, szabadidős elfogadásában. És bár az iskola alapvetően a tanulásról szól, fontos, hogy élményeket is adjon. Az osztály kialakulások, az iskolai bajnokságok, táborok és színházlátogatás mind-mind új élményeket gazdagíthat, és nem utolsó sorban fontos építő kocka lehet egy valódi közösség kialakításában, formálásában. A kollégáimnak tolmácsolnám Hovas Béla üzenetét. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzed, elérsz, amit tudsz, amit átérsz, oszd meg. Most a legidősebb tanulókhoz sportolok. Ti lehet egy iskolánk vedője a diákjait. A legfontosabb feladatok,
az életi megszerzése mellett a tovább tanulás megszerzése, felkészülni a felvételére, illetve a szakmaválasztásra. Úgy kell szervezni az életeteket, hogy sikerre járjatok a jövőben. Kívánom, hogy ezeken tudatában egyre növekvő felelősségtudattal végezzék a munkátokat, vegyetek részt az iskolai életben, hogy igazán gyümölcsöző legyen az utolsó tanévetek, a most 158. tanévét kezdő kisfalatosától itt nem finomban. Ezen gondolatok jegyében a 2015-16-os tanévet. Tisztelettel felkérem Bég László polgármester urat, hogy köszöntse a megjelenteket. Tisztelt, kedves diákok, pedagógusok is megjelentek. Egy ilyen tanítvító ünnepségen az ember mindig nagy csábítást égesz, hogy az elmúlt vakációról beszéljen, és az előttünk álló feladatról, illetve a diákok előtt álló feladatról a tanévben. Én most megpróbálok szakítani ezzel a hagyománnyal, mert természetesen mindennek megvan a maga ideje, ahogy ezt a Bibliában is olvashatjuk, de én most nem arról szeretnék beszélni, hogy megvan az ideje a pihenésnek, a vakációban és a munkának a tanévben, ez is nyilván igaz, hanem arról, hogy mindennek megvan az ideje az ember életében, az életkorokat tekintve is. Én 31 évvel ezelőtt érettségiztem itt, és éppen a tanév nyitó előtt beszélgettünk itt néhány, hogy milyen kicsinek tűnik most nekem ez a torna terem, pedig állítólag ugyanekkora volt 31 évvel, meg 35 évvel ezelőtt is. Tűnik, pedig nem voltam 31 évvel ezelőtt sokkal kisebb mostaninál egyébként, de mégis az viszont biztos, és erre biztosan nagyon jól emlékszem, hogy az a 4 év életemnek az egyik legfontosabb éve volt, és abban is biztos vagyok, hogy ezzel minden ember így van. 14 és 18 éves kora között általában az ember lázadó, akkor alakul ki az igazi egyénisége, és ez nagyon jól van így, lázadni is kell. Én úgy érzem, hogy nem szolgalelkű emberekre van szüksége ennek a társadalomnak, hanem önálló, felelősséggel dönteni tudó emberekre, akiknek természetesen meg kell találni a saját útját. Arra kérlek benneteket, hogy ezen legyetek, azon kívül természetesen, hogy mindenféle tudomány ágban is haladtok előre, és egy nagyon fontos dolog, hogy a lázadáson kívül azért legalábbis 17-18 éves korában az embernek illik valamiféle felelősséggel is tartozni saját magáért, meg a közösségért is, amiben él. Ez a város nagyon büszke arra, hogy mindenféle oktatási intézménye van. Örömmel szeretném bejelenteni, hogy a jövő szeptemberben már felső oktatási intézményünk is lesz, egy közösségi főiskola nyitja meg kapuit, tehát az egész skála megtalálható lesz ebben a 6300 fős kisvárosban, ebben nagyon büszkék lehetünk, és a kisfaludi Sándor gimnáziumra külön is büszkék vagyunk, hiszen ez egy nagyon nagy múltú intézmény, és egy olyan ember nevét viseli, akire építeni is kell Sümegnek, mint általában hagyományainkra. Tehát befejezésképpen én tényleg arra szeretnélek kérni benneteket, diákokat és a pedagógusokat is természetesen, hogy ezeknek a hagyományoknak megfelelve folyjon itt a nevelő oktató munka, hogy olyan tanulókat, olyan embereket bocsássunk ki a Kisfaludi Sándor gimnáziumot, akikre majd 30 év után itt álló utódom is ugyanilyen büszke lehet, mint én most rátok. Köszönöm. Kérem, hallgassátok meg Maludi Veronika szavalatát. Hírűt adta a tévé, bemondta a rádió, hogy immár véget ért a boldog vakáció. Útra kelnek a gólyák, elrepülnek a pecskék. Csak a diák marad itt, megtanulni sok leckét. Megharcolni vitéző, számtalan számháborút, s nem riadni vissza, hogyha titkot vertesz út. Bejárni csőcsaba a szavak valamentusát. Országvilág látja majd, mit tud ez az ifjúság. Én például azt mondom,
hogy a hullófa levélzőrgős, tart a szőnyegét, hóba levőbe átér. S jön a szeles december fóbacogtató padja. De jön a Mikulás is, és nyomában az angyal. Azt is tudom továbbá, hogy nincs okunk panaszra, hiszen vidám nyár köszönt virágos tavaszra. Lesz még játék, vigalom, tréfa érzelem volna, hiszen nem tart örökké semmiféle iskola. Nosza, lépjünk be azért most ezen a küszöbön, hogy kiléphessünk rajta, ha Bibliát beköszön. Valaki is tengerének kipótlására.
kialakítására, javítására, a szobák festésére. A szülői szervezet Bencik András közreműködésével asztalok felújítását támogatta. Valamennyi kollégistát arra kérem, hogy becsüljék meg és felelősséggel használják a kollégium utorzatát. A Darnai Alapítvány támogatásából újabb tartalmat sikerült projektorra és táblával felszerelni. Fenntartóktól is kaptunk új eszközöket. Tiszta falak, tiszta ablakok, függönyök várnak benneteket. Ez mind a technikai dolgozóknak köszönhető. Közöttük is történt változás. Két takarító nyugdíjba ment, Erzsi néninek és Ági néninek is jó egészséget, kellemes pihenést kívánunk. Helyükön Horváth Csabáné és Varga Csilla folytatják a munkát, köszönöm, hogy vállalták a feladatot. És hát a legnagyobb változás mindig a tanulók körében zajlik. Tavalyi végzőseink remélhetőleg a napokban kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, a szakmatanulást vagy a munkát. Helyükre viszont újak érkeztek. Külön szeretettel köszöntöm 9. évfolyamos tanulóikat. Pénteken már találkoztunk a Golyatáborban, ahol ismerkedtek veletek Sümeggel, de elsősorban az iskolával és egymással. Meglepetés vendéget is hívtuk idén, Régi András, világ és Európa bajnok párbajtőröző személyében, ő beszélgetett veletek. Úgy láttam, hogy valamennyien jól érzétek magatokat, úgyhogy kívánom nektek, hogy a folytatás is jó legyen, emlékezetes, vidám, sikeres diákéletet töltsetek az iskolák falaikhoz. Végzős tanulóink, még furcsa, hogy most itt vagyok a legöregebbek. Szóval számotokra ez az utolsó középiskolai tragédia. Az év végi sikeres vizsgához folyamatos készülésre lesz szükség. Kérlek benneteket, hogy már most gondolkodjatok a továbbtanulási szándékokon, irányokon, legyetek céltudatosak és szorgalmasak, mert hatalmas a verseny az egyetemi helyekért. Számotokra április 29-e lesz az utolsó tanítási nap, május 2-től pedig kezdődnek az érettségi vizsgák. A tavalyi tanév programokban gazdag volt, és tépsütereket hozott. Országos és megyei versenyeken szereztünk szép helyezéseket, és megint jelentős számú diákot jutalmazhattunk, sikeres nyertéskát. Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítő tanároknak, és erre a tanévre is hasonló eredményeket kívánunk. Újra meghirdetjük az év geográfusa, történésze, kémikusa, stb. Pályázataiknak. Szeretnénk, ha értékes pályamunkákból választhatnák ki a szakértős úgy a legjobbak, amelyet már az diákok baráti körének tagjaiából felajánló díjakkal jutalmazhatunk. A képzősök figyelmét felhívom arra, hogy a 4, illetve 5 gimnáziumi tanévben a legjobb tanulmány átlagot elérő kislapú kisdiák a sümegi önkormányzat megtisztelő feladék kapja, továbbá az első 3 tanulót az öreg diákok baráti köre pénzi tanulóval részesíti. Valamennyi évfolyam elsőben, immár 3. alkalommal papírra várkapitányról felajánlott 50-50 ezer forint jutalma, melyet tehát évfolyamonként a legjobb tanulmány eredményt elérő, példás magatartású, a közösségért is tevékenykedő diákba. A tavalyi legjobbakból fénykép készült, amely már felkerült a Büszkeség falura, a másik példának pedig szeretném ezután átadni a PAP család képviselőjét. Remélem, az elhangzottak meggyőztek mindenkit arról, hogy érdemes tanulni. Minden kisebb kisdiáktól elvárom, hogy legjobb tudása szerint dolgozzon, rendszeres, mindennapi készüléssel, hatékonyan. Az elkövetkező tanévhez mindenkinek jó munkát, sok sikert, jó egészséget kívánok! Adásunk végén
A Gasztropercek című műsorunkat tekinthetik meg, kedves nézőink! Szeretettel köszönöm a kedves tévénézőket, és én szeretnék egy különleges saját készítésű tésztát bemutatni. Ez kell tészta, amelyből köményes kicsit fog készíteni. Általános adagról dolgozom, ami 1 kg 20 deka jó minőségi liszt, 8 deci házi tehéntej, tejipari nem jó, és egy tojás, 2 evőkanál kristálycukor, 1 evőkanál só, és 1 evőkanál étolaj, meg plusz még az olaj, vagy a tészta kisítéséhez. Körülbelül 2 deci tejet öntök az edénybe, többit a másikba, a tejhez 1 evőkanál kupos cukrot teszek, elteszem melegíteni. Cukrot elkeverem, és kézmelegre, langyosra melegítem meg a tejet, és úgy kerül bele az élesztő. Most helyet cserélünk, és másikor is megmelegítjük. Élesztő, ördékben élesztőt belemorsolok. Most pedig elkészítem a lisztet, ezzel a tejfős pohárral 30 dekát tudok kimérni, így mérlegre nincs szükségem, és 1 kg 20 deka lisztet átszitálok. Vagyis 4 ilyen pohárba. Egy kupos evőkanál. Egy kupos evőkanál cukrot teszek hozzá. Egy evőkanál sót. Ettől semmi baja nem lesz a tésztának. És mivel a liszteg minősége nagyon változó, ezért rájöttem arra, hogy egy kis lazító anyagot teszek hozzá. Ez pedig a sisina. Egy évben van. Valamikor ez nem kellett. Ezt összekeverem. Mert ez a falam tésztája. Egy egész tojást beleütök. Soha nem mérem ki az anyagokat, hanem ha több tej megy bele, akkor egy fémarék lisztet hozzáteszek, meg fordítva is igaz ez. Úgyhogy az élesztő fölnyött. Beleöntöm. Repetedénybe. Jó, kézmeleg, nem meleg, kellemesen meleg tejet hozzáteszek, és akár a kezem ilyen kókszerűen így összedolgozom a tésztát. De csak addig, amíg lisztet látok. Én a kertészát nem lájzra csinálom, elég keményre, amit tetszenek látni, és milyen gyenge lesz, amikor az meg fog kelni. Vagy
dolgozom össze, még a liszt elvégén. Mert az ebben is ez van leírva. Hát ez az a keménység, és akkor most egy evőkanál így tudod kérni. Megjegyezem, hogy az evőkanál az a régi és jó nagy mély. És mindenhez ugyanazt a kanalat használom. És ennyi az egész 5 perc, és készen van a tészta. Azt csak teleforgatom, és abban már minden egy cipó keletkezik, ami látszik is, és nem kell kidolgozni. Tessék, kész. Lábosan melegítek vizet, az ide teszem, és akkor ugyanezeket a ruhákat ráterítem. Szépen betakarom, töltni. Nagyon garis. Csodálatosan megkelt a tészta, és akkor most rá kiborítom. Szépen kinyitom. Itt keresztulón 6 éve élek itt, és arra csak fánkba foglalkoztam. Teljesen. Kinyújtjuk. Szeretem ezt a nagy gyúródeszkát, mert ezen aztán lehet dolgozni. Langyos margarinnal. Nagyon jó ízt a tésztának. Egy kis sókintet rá. Technológia. Megfogom a tésztát, megemelem, és ő már adja is magát, hogy én háromszöget vágják ki belőle. És akkor én ezt megnyújtom, meg így is. Leteszem. Kettőt fordítok rajt, kezembe veszem, és lazán feltekerem. Szépen kipit formálok. Egymást melegítem, mert akkor nem tudnak szétterülni a sütéskor, hanem felfele nőnek, meg a helyet is kihasználom gáz szempontjából. Úgyhogy takarékosan dolgozom.
hogy ember két egyforma nincsen. Már mind. Nagyon jó iszod neki. Tényleg, sör mellé való. Jó, kész. Vasárnap a plébánia templomból közvetítünk szentmisét 12 órától. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Mai adásunkat szeptember 7-én, hétfőn 18 órától ismételjük meg.